Hazai környezetben a Győrfi Tibor edzésközpontban üti a labdát Tölgyes Dorottya, akinek szemei előtt már az őszi versenyek lebegnek. A korábbi serdülő világbajnok előre tekint, a belgrádi ifjúsági Európa-bajnokság ugyanis nem úgy sikerül számára, ahogyan azt szerette volna. Egyesben, párosban és vegyes párosban is korán búcsúzott, és a csapat is a várakozások alatt szerepel Szerbiában. Én úgy érzem, hogy azért sikerülhetett volna jobban is, de nem feltétlen úgy álltam hozzá, hogy én mindenáron meg akarom nyerni, mert tudtam, hogy milyen felkészültségi állapotba mentem oda. Azt nem mondanám 100%-osnak, maga ugye az előtte való egy évem is nem volt annyira hú de jó, de utána ugye az EB felkészülés is nem volt annyira a megszokotthoz képest erős, így aztán igazából tényleg semmilyen nagy elvárásokkal nem álltunk neki, csak tényleg, hogy hát ha tudunk esetleg jól szerepelni. Nyilván ez nem úgy sikerült, ahogy terveztük volna, de reméljük jövőre sikerül javítani ezen. Számomra ugye a legnagyobb tanulság tényleg az volt, hogy milyen teher alatt játszani, ezt úgy megtanultam, hogy esetleg kizárni, vagy hogy tudom kezelni az ilyen nyomásokat. Kisebb-nagyobb sikerrel sikerült néha, de azért nem szívesen játszik így az ember, mert alapból ugye a sérülés miatt is egy teher volt rajtam, maga úgy az egész hangulat most nem úgy sikerült, ahogy eddig általában szokott tenni így egy ilyen EB hangulat, szóval azért most ez nehéz volt minden szempontból. A 18 esztendős asztali teniszező a következő szezonban is játszik majd a női extraligában, de alkalmanként segít nevelő egyesületének is. Ugyanúgy maradtam Kecskeméten, még egy évre leszerződtem, és hát igazából kölcsönöttek ugye Sanyibáig, de én nagyon jól érzem amúgy ott magam. Aztán reméljük megint sikerül Final Four-ba jutni, ott esetleg még hát, ha egy döntőt összetudnánk hozni, az hatalmas bravúr lenne, de a harmadik helyet ugyanúgy meg tudnánk szerezni, mert az hatalmas siker. Benne van igazából, hogy fogok MB2-t játszani, de természetesen ez függ attól, hogy mennyi időm lesz. Ugye nekem most az érettségre is nagyon kell koncentrálni, szóval azért nehéz lesz összeegyeztetni, de nyilván, hogyha lesz idő és itthon lesz meccsünk, akkor besegítek nekik. Az NB2-es férfi csapat legutóbb az 5. helyen végzett az északkeleti csoportban. A mezőny ugyan némileg átalakult, de a Vánhidi Emil játékos edző által irányított együttes szeretne az élmezőnyben zárni. Mindenféleképpen a legjobb helyezést akarjuk elérni. Most a több, mint valószínű Szőlősi Tamás visszatér a csapatba. Kis Zoltán, ugye Apagyról, Máté Dávid, meg én. Tehát így öten leszünk, lesz egy pótemberünk. Meg hogyha nagyon nagy gáz van, akkor Tölgyes Dorottya van tartalékban. A nyírbátori esze szeptember 10-én hazai környezetben a Miskolc ellen kezdi a bajnoki szereplését.